December 15-én hétfőn a Tiszti Pavilon dísztermében tartotta meg alakuló ülését az új városi képviselőtestület. A napirendi pontok között szerepelt az önkormányzati választások hivatalos eredményének ismertetése, és átadták Stubenberg Lászlónak a polgármesterré, illetve a 25 képviselőnek a képviselővé választást igazoló tanúsítványokat. Először az újonnan megválasztott polgármester tette le hivatalosan az esküt, és vette át a városi jelképeket, azt követően pedig a városatyák tették le esküjüket. Stubendek László bejelentette, Knyírs Imrét és Keszeg Bélát választotta alpolgármestereknek, majd további napirendi pontként elmondta a beiktatási beszédét. Feladatban előttünk temérvek. A teljesség igénye nélkül megemlítenék néhány nagyon fontos területet, ahol mindenképpen lépnünk kell az elkövetkezendő időszakban. Ilyen az új munka lehetőségek teremtése, a belváros, de a külterületek is fejlesztése, a parkolórendszer átgondolása, a város közterületei jobb karbantartása, a közbiztonság javítása, és nem utolsó sorban a legfontosabb kitörési lehetőségnek számító turizmus beindítása. A képviselők megválasztották a mandátumvizsgáló javaslattevő és választási bizottság tagjait, jóváhagyták a testület mellett működő 8 tagú tanács tagjait, illetve az egyes szakbizottságokat és azok elnökeit. A tanácskozás további részében jóváhagyták a polgármesteri javadalmazást, és elfogadták a 2015-ös évre szóló áthidaló hitelt is. Megbízták a polgármestert azzal is, hogy ha szükség van rá ebben az esztendőben, változtatásokat eszközölhet a város költségvetésében.